Hagyomány a Baloganta Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban, hogy minden évben megrendezik a katolikus iskolák hittanversenyét. Az idei tudáspróbára a mindennapi életben jelenlévő témát választottak a szervezők. Környezetvédelem keresztény szeme, tehát tulajdonképpen ez a teremtett világnak a védelmét jelenti ez a téma. Ez több témakört is átfog, például ugye az emberi méltóságot, a közjót, a szolidaritás témáját is magában foglalja. Az idei versenyre összesen 10 csapat érkezett az egyházmegye területéről, Pécsről, Mohácsról, Szekszárról, Tolnáról és Komlóról. A vetélkedő első feladata egy társasjáték elkészítése volt, amelyet be is kellett mutatniuk a diákoknak. A mi csapatunk egy társasjátékot készített, amin 4 kategória van, Isten, angyalok, világ és az ember. Minden kategóriában vannak kérdések, és amelyiket tudod, azt tovább mehetsz, és talentumokat kapsz, amin erények vannak, és hogyha mindegyiket megszerzed, akkor nyer. Emellett még 9 feladat várt a gyerekekre, amelyek mindegyike valamilyen módon kapcsolódott a teremtett világ védelméhez, de a bibliai ismereteket is magába foglalta. A gyerekek örültek az idei témának, mivel ők is fontosnak tartják a környezetvédelmét. Mert ezt a földet is Istentől kaptuk, és ezt így meg kéne őrizni, úgy, ahogy van. Minden csapat emléklapot és ajándéktárgyakat vehetett át. A rendezvény zárásaként a tudáspróba témájához kapcsolódóan kirándulást tettek a Paksi NVM Atomerőmű ZRT látogatóközpontjába.